Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. A következő példánk. Tudjuk, hogy van 10 mandarinunk és 8 banánunk, és ezek közül véletlen szerint kiválasztunk 6 gyümölcsöt, 6 darabot, és a véletlen változó xi az jelölje a mandarinoknak a számát. De most itt a kiválasztás az nyilván visszatevés nélkül történik, hiszen amit kiválasztottam, azt már ugye nem tudom újból, hiszen azt elcsomagolom, tehát ez egy visszatevés nélküli mintavételezés. Az értékkészletet meghatározzuk először, tehát ugye most azt nézem, hogy hány darab mandarinom van. Hát ugye a 6 közül, hát lehet az, hogy egyesen választottam, akkor ugye az összes, az banán, lehet az, hogy pontosan egyet, pontosan kettőt, és így tovább, vagy ugye az is lehet, hogy az összes az mandarin, hiszen összesen 10 van, tehát ez is elképzelhető. Tehát látjuk, hogy ez 7 elemű hal, az az értékkészlet megszámlálható, tehát xi az egy diszkrét, véletlen változó. Akkor az értékkészletet meghatároztuk, ugye eloszlást szeretnék még mondani. Az eloszlás ugye, mivel korábban említettem, hogy ugye ez egy visszatérés nélküli mintavételezés, ugye a körülmények mindig változnak, tehát nekem az eloszlásom most hipergeometrikus eloszlásom van, aminek hát vannak paraméterei. A következőképpen néz ki az ábra, hogy mi mit jelent. A nagy N azt jelöli, hogy összesen hány darabból fogok én választani. Ez látszik, hogy ez van 10 mandarin meg 8 banán, tehát akkor ugye a nagy N az 18, jó, az összes elemszám, amik közül választok. A nagy M az a megkülönböztetett elemek, tehát az, hogy mire koncentrálok a mandarinoknak a számot, tehát hány mandarin van ebben összesen, de összesen 10 mandarinom van. A kis M pedig azt jelenti, hogy hány darabú a mintám, tehát hány darabot húzok ki közülük, látom, hogy 6 darabot, tehát a kis M az most 6. Ez a három paramétere van ennek az eloszlásnak, és ezt meghatározzuk, de alapvetően ez, hogy a xi az k, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a 6 közül pontosan k darab mandarin van. Most persze nyilván az ember ezt nézi, akkor ezzel ki lehet ezt számolni, föl lehet írni, de hogy ha ezt olvasom csak, akkor mi kell nekem az, hogy mandarinnak a szám az pont k. Akkor ugye mivel 10 mandarin van, akkor a 10 mandarinból kell nekem k darab, az 10 darab a k félképpen választhatom ki, hiszen egy visszatérés nélkül sorra nem számít, szorozva, rendben, de ugye k-t vettem ki, ugye k az most vettem ki meg, akkor maradéknak ugye banánnak kell lennie. Hát jó, mennyi a maradék? Ugye 8 közül választom ki, hogyha 6-ot húztam összesen, akkor 6 minusz k darabot. Tehát 8 adta 6 minusz k, 8 a 6 minusz k, osztva, ugye kedvező per összes, az összes pedig, hát összesen van 18 gyümölcs, abban választottam ki 6 darabot. Tehát 18 alatt a 6. És így fog kinézni az eloszlás. A k az pedig nyilván az értékkészletnek az elemei. 0, 1, 2, és így tovább. 6. És most megnézzük, ez igazából pont az, mintha ezeket a betűket mi kigyűjtöttünk, behelyettesítenénk ebbe az általános képletbe. Tehát pont, hogy ezt kapjuk, csak itt egy kicsit meggondoljuk azt, hogy ezt hogyan lehet alapvetően képetek nélkül felírni. Eloszlást akkor meghatároztuk, végül pedig várható érték. Na most itt hát látjuk azt, hogy 6-ot választok, és nagyjából ugyanannyi mandarin, kicsivel több mandarin van, mint amennyi banán. Tehát akkor vagy az ember azt szeretni, vagy azt kapja, hogy hát átlagosan akkor nagyjából fele-fele lesz mandarin banán, kicsit több lesz a mandarin. Nézzük, hogy valóban ezt kapom-e a várható értéknek. A várható értéknek, hogyha az ember tudja, hogy az eloszlás hipergeometrikus, akkor következőképpen számolandó kisenszer nagy n per nagy n. Jó, tehát kisenszer nagy n per nagy n. És akkor ki van egy vitatok, ez 6-szor nagy n, tehát ugye 10 per nagy n 18. Itt látjuk, hogy valóban azt kapjuk, amit ugye előbb emlegettem, hogy ez 10/3. Ez nagyjából 3-nál kicsivel több, tehát valóban átlagosan kicsivel több, mint a fele lesz majd a mandarin. Átlagosan.